A búza fölvásárlási ára jelenleg 34, illetve 35 dinár körül mozog Szerbiában, amely a gazdáknak viszonylag egy elfogadható árat jelent, hiszen ezzel fedezni tudják a megnövekedett üzemanyag, illetve műtrágya költségeket. Alekszandar Vučić szerb államfő azonban bejelentette, hogy valószínűleg Szerbia is korlátozni fogja a búza külföldre való kivitelének mennyiségét. Azt pedig, hogy ez milyen hatással lett majd a búza fölvásárlási árára, egyelőre nem tudni. Annyi azonban biztos, hogy Szerbiában egy hét alatt csaknem 10%-kal emelkedett a búza felvásárlási ára, 31-ről 35 dinárra. A chicagói terménytőzsdén a drágulás ettől is drasztikusabb, 39%-ot ugrott a búza ára, míg Párizsban ez az emelkedés 20%-os. A drágulás fő oka az Ukrajnában zajló háború, hiszen a harcban álló orosz és ukrán fél a világ legmeghatározóbb gabonatermelői közé tartoznak. A vajdasági gazdák szerint a jelenlegi felvásárlási ár mellett már érdemes búzát vetni. Most a műtrágya árakat is hozzáveszik, hát az a mostani ár talán akkor betakarózzánk vele, hogyha ez maradna az ára neki. Úgyhogy ez a 35 dinár körüli ár, ez szerintem akkor lenne rajta. Meg mind a terméstől fog függni, hogy mennyit fog teremni. Alekszandar Vučić azonban bejelentette, hogy Szerbia korlátozni fogja a búza külföldre való kivitelének mennyiségét. A szerb államfő szerint az országban van elegendő búza és liszt is, kivitelre is jut, de csak annyi, amennyit a kormány engedélyez. A gazdák azonban ebből rosszul jöhetnek ki, véli Aladics Tibor, ludasi felvásárló. A gazdák nagyon reménykedtek abban, hogy az elraktározott búzának és kukoricának végre egy olyan elfogadható ára van, amikor már nyugodt lelkiismerettel azt lehet mondani, hogy eladhatóvá válik az áru. Mindenki kivárt az utolsó pillanatig. Én biztos vagyok benne, hogy ez katasztrofálisan érinti az egész gazdálkodó világot. Tudjuk azt, hogy háború van, tudjuk azt, hogy egy olyan időben élünk, amikor szinte bizonytalanná vált a holnap mindenki számára. Én bízom abban, hogy okos döntések fognak születni, és talán még azt a bizonyos mennyiséget, ami még, mondjam így, fölösleg az országban, azt megengedi, hogy még kivigyük. Az orosz-ukrán háború miatt a terménytőzsdéken egyébként nem csak a búza, hanem a kukorica ára is jelentősen megemelkedett. A tengeri kilójáért 33-34 dinárt kell fizetniük a felvásárlóknak.